do dziewczyny. Éve rendezi meg Kecelváros önkormányzat óvodája és bölcsődéje a Márton napi lampionos felvonulást, és minden évben a gyerekek műsorral kedveskednek a vendégeknek.
Az idén a Szabó Pál óvoda készült egy nagyon szép kis műsorral. A felkészítőjük Palásti Márta, Herceg Mihályné Vali óvónéni, illetve Antónini Erika Dajka néni volt. Nagyon örülök, hogy mindenki elfogadta a meghívásunkat. Pontosabban gondolom, hogy mindenki elfogadta a meghívásunkat, hiszen olyan sokan vagyunk itt a templomban. Külön szeretettel köszöntöm Burányi Roland plébános urat, aki 15 éve helyet biztosít ennek a rendezvénynek itt a templomban, és a gyerekek megnézhetik, hogy milyen szép a templom, akik nem szoktak ide járni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm városunk polgármesterét, Haszilló Ferencet, illetve az intézményvezetőket, nyugdíjas kollégákat, és természetesen az aktív dolgozókat, kollégákat, akik eljöttek erre a rendezvényre. Néhány gondolattal a plébános úr szeretne köszönteni titeket, kedves gyerekek, úgyhogy légy szíves, most ezt figyelmesen hallgassátok meg. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hála Istennek még 15 éve nem vagyok itt, de lassan 10 éve már igen. De reméljük, hogy még 15 év múlva is ugyanígy tudunk örülni a legkisebbeknek, akik sokat készültek. Nagy köszönet az Öreg Otthon konyhájának is, amit csináltak. És aki szeretne, fölmehet a kórusra a fölnőttek közül, és akkor jobban elférnek. Jó szórakozás mindenkinek! Valamikor régen a középkor elején 316-ban a régi Szaváriában megszületett egy kisfiú. Szülei Mátronnak nevezték. Amikor 15 éves lett, a családi hagyomány folytatva ő is katona lett. A római hadseregben kitűnt katona társai közül egyszerűségével, felebaráti szeretetével. Egyszer, amikor egy hideg téli napon, amilyen városához közeledett, meglátott egy idegbő koldust. Segítsetek, vitéz urak! Napok óta éhezem! Már megfagyunk a idegben! Mi is éheztünk, fáztunk, nálj az utunkba! Sietős a dolgunk, ha megzaklat minket! Csendben! Biztos azért került ez a szerencsétlen a mi utunkba, mert Isten nekünk rendelte, hogy segítsük rajta! Oda tudom szeríteni, hiszen a mi ételünk is elfogadott. Igaz, bár ételem nincsen, de köpenyem felét megosztom veled, hogy ne fázzál. Köszönöm, jó Uram! Isten áldása legyen rajtad! Ostoba vagy, hosszú még a tél, ott fogsz megfagyni a félköpenyedben. Nem, barátaim! A jó tett belege átjárja a szívemet. Aki máskor segít, meg nem rövidülhet. Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt. Látta Jézus az angyali seregek között, vállán adott a koldusnak fél palást. Az Úr azt mondta neki, tudd meg, Márton,
Ha bármit teszel a legkisebb testvéreddel, azt mindig velem teszed. Amikor Márton felébredt, nagy elhatározásra jutott. Nem akarok katon lenni, nem kell a páncél. Engem az Úr segít és védelmez. Őt fogom szolgálni. Segítek a bajba jutottakon, s a gyengéket védelmezem. Templomunk az Isten háza, az ajtaja nyitva, tálva, harangszava csengő, vékan bennünket hív, bimbam, bimbam. Márton Isten szolgálja lett, sok jót tett az emberekkel, ezért nagyon tisztelték és szerették. Vándorlása során túlvárosába érkezett, és a nép Mártont kérte. Legyen a barátunk, legyen a püspökünk! Nem akarok püspök lenni, nem kell a rang, nem kell a méltóság, elbújok egy libaolba. Hol van Mátó, kessük meg! Libákójába hangok gágogás van. Ide bújt a libák közé, azok elárulták a rejtek helyét. Látom, nem bújhatok el a püspökség elől. A feladatot vállalom, ígérem, hogy az Úr hűséges pásztora leszek. Templomunk az Isten háza, az ajtaja nyitva, tálva, harangszava csengő, vígan bennünket hív, bimbam, bimbam. Szent Márton és minden szente, Isten előtt örvendeztek, imádkozta búzgó, értük, ha mi is a mennybe érjük. Minden szente, Isten előtt örvendeztek, imádkozta